Felújították a Tákosi tájházat. Ez az első elkészült beruházás az országban, amelyet a Magyar Falu Program forrása biztosított. Tovább fejlődik Nyíregyháza kulturális negyede. A három projektet magába foglaló beruházás több mint 1,5 milliárd forintból valósul meg. Cselekvési terv a népességfogyás megállítására. Nyíregyházán is bemutatták az ezt tartalmazó könyvet. €15 millió forintból újult meg a tájház Tákoson. Ez volt az ország első elkészült beruházása, amelyet a Magyar Falu Program forrása biztosított. A Kölcsey Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatok is aktív pályázók voltak a programban, mintegy 50 kilométernyi mellékút felújítására nyertek forrást, illetve 5 milliárd forintnyi beruházás is megvalósul majd a kis településeken. A hazai finanszírozású fejlesztési program a jövő évben is folytatódik, közölte Gyopáros Alpár kormánybiztos Tákoson. 19. századi berendezéseken keresztül három generáció bútorait és eszközeit, valamint a beregi keresztemes hímzést ismerhetik meg a látogatók a Tákosi tájházban, ezentúl felújított, turistabarát körülmények között. A Magyar Falu programon belül a nemzeti és helyi identitástudat erősítése című felhíváson 15 millió forintot nyert Tákos erre a beruházásra. A 19. századi építés után lakó épületként funkcionált az épület, a falu első embere, a bíró lakott benne, majd 1984-től az önkormányzat tulajdona lett a tájház. Azóta ez műemlékké lett nyilvánítva, vagyis jellegű, nem műemlék jellegű. Ez azért fontos itt a tákosi lányok, asszonyok beregi keresztemes hímzést, kiállítást tartjuk itt, ugye évek óta, és már olyan rossz állapotban volt ez az épület, hogy már be kellett, hogy zárjuk, mert szégyeltük a belüljét, hogy ugye jönnek ide a templom vége. A fejlesztési forrást idén augusztusban nyerte el a település, így ez az első befejezett projekt, amelyre a Magyar Falu Program biztosította a forrást. Az Európa szerte is híres tákosi templomnak köszönhetően évente 8-10 ezer látogató érkezik a faluba, közölte a polgármester. A turizmuson túl a helyiek számára is fontosak az identitástudatot erősítő beruházások, tette hozzá a térség országgyűlési képviselője. A tájház az a helyben élő emberek életét, múltbeli életét mutatja be. És ez azért fontos a 21. században, hiszen tudnunk kell azt, hogy kik voltunk. Tudni kell azt, hogy kik voltak azok az ősök, akik hozzátettek valamit is Tákos életéhez. És egy tájház az egy közösségi tér is, ahol a fiataltól kezdve az idősebbek tudnak találkozni és beszélgetnek egymással. És erre akár itt faluhelyen is nagyon nagy szükség van. Olyan közösségeket építsünk, akik képesek arra, hogy a faluban élő emberek életét, akár egy kis beszélgetéssel, akár azzal, hogy közösséget alkotnak, meg tudják őrizni és helyben tudják tartani a falusi embereket. A térségben van olyan önkormányzat, amely 8 pályázatot is beadott. Tilki Attila szerint a fontos fejlesztések közé tartoznak a polgármesteri hivatalok és közösségi terek felújítása, valamint az óvodai játékok és a falugondoki feladatokhoz szükséges járművek beszerzése. A kis települések uniós pályázatokra nem igazán tudnak pályázni a területi nagyságuk miatt. Számukra ideális a Magyar Falu Program, amelyet hazai forrásból finanszíroznak. A 2019-es évben indult lehetőség 150 milliárd forintból gazdálkodott. Most a kifizetések időszaka van folyamatban, közölte Gyopáros Alpár, a fejlesztésekért felelős kormánybiztos Tákoson. Ezt három alprogram finanszírozására fordították, önkormányzatok, illetve egyházközösségek kisebb helyi fejlesztéseire. 15 kiíráson keresztül 60 milliárd forintnyi összeget juttattak el a nyertesekhez. Nagyjából 2800 érintett település több mint 11 ezer pályázatot nyújtott be, ebből 5 ezer volt sikeres. A falusi útalapnak köszönhetően mintegy 450 kilométernyi út újul meg 50 milliárd forintból. A harmadik alprogram pedig a falusi csok. A pénzintézetek 18 milliárd forintnyi támogatási igényt fogadtak be eddig július 1-től. Ez 3500 családot jelent.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében majdnem 50 kilométernyi mellékúthálózat fejlesztés, valamint 5 milliárd forintnyi pályázati forrás jutott a kis települések számára. A Magyar Falu programnak ez volt az első éve, de már az indításakor is úgy tervezték, egy több éves lehetőség lesz az önkormányzatok és a vidéken élő családok számára. Olyannyira folytatódik, hogy azt már látjuk biztosan, hogy a költségvetésben az országgyűlés megszavazott nekünk ugyanannyi forrást a 2020-as évre, mint ami a 2019-es évet jellemezte, ez 150 milliárd forint, de azt már látjuk, hogy néhány kormánydöntésnek köszönhetően, hogy ez az összeg biztos, hogy magasabb lesz 150 milliárd forintnál. Én bízom abban, hogy a lehető legtöbb forrást le tudjuk hívni a Magyar Falu program keretében. Itt Ákoson a közeljövőben megszépül a Felső-Tisza vidékének legszebb és legismertebb temploma, a helyi református templom, amit sokan mezít lábas Notre-Dame-ként ismernek. Egy egyházi örökségvédelmi forrásból 10 millió forintot fordítanak az épületre, közölte a település lelkésze. Több mint 1,5 milliárd forintból fejlődik a következő évben Nyíregyháza kulturális negyede. A fejlesztés három nagy projektet foglal magába. Megújul az egykori helyőrségi művelődési otthon, tovább fejlődik a Kálai kúria, valamint a Bencz úr és a Besenyei tér körüli utak és járdák rekonstrukciója is megvalósul. A tervek szerint 2020. október végére minden munkálat befejeződik. Most még a helyőrségi klub felirat látható a Színház utcai épületen. A rekonstrukció után azonban a Szindbád nevet viseli majd a komplexum. A felújítás már elkezdődött, ez kívülről sárga szalagkorlát, belülről pedig rengeteg törmelék jelzi. A szakemberek most is dolgoznak az épületben, hogy nyára befejeződjön a felújítás, és a Vidor Fesztiválon már birtokba vehessék a városlakók. Alapterülete az épületnek majdnem 1000 négyzetméter, tehát nem egy kicsi helységről beszélünk. Több új funkciót is fog kapni. A színház szempontjából talán a legfontosabb, hogy a szervező és jegyirodánk át fog költözni az Országzászló térről. E fölött szeretnénk egy hangulatos kávézót kialakítani. Mellette egy étterem fog működni, egy bisztró étterem. E fölött egy rendezvényterem. És az egész épület tulajdonképpen egy színháztörténeti múzeum jelleget fog kapni. Itt minden olyan színházi relikvia, jelmez, makett, kellék lesz kiállítva, ami különböző színháztörténeti korokat fog idézni. Ennek csúcspontja egy 3D-s mozi lesz, ahol az ókori görög színjátszás mellett négy másik színháztörténeti korszakot is bemutatnak majd egy-egy 10 perces filmben, amely 5 nyelvre lesz lefordítva. A cél, hogy a külföldi turisták számára is vonzó legyen ez az országban is egyedülálló turisztikai attrakció. Ez önmagában egy közel 760 millió forintos projekt, amely része a Nyíregyháza kulturális negyedét fejlesztő több mint 1,5 milliárd forintos beruházásnak. Nyíregyházának most már beszélhetünk kulturális negyedéről, ami itt van a belvárosban. Konkrétan a két teret és környékét magába foglalva a Bencz úr és Besenyei teret, én úgy határoznám meg, hogy a görögkatolikus teológiától az ott most kialakítandó múzeum, egyházi múzeumtól a színház mellette ugye a Szindbád, ami egy önmagában egy kulturális komplexum lesz, mellett a Kálai kúria, a tér túloldalán pedig a József András múzeum, ott is indítunk egy újabb projektet, a Rózsakert szabadtéri színpadot magába foglalva, tehát ez a rész lesz, ahol olyan attrakciók is lesznek, ahol a kulturális turizmus hol máshol, mint a kulturális negyedben elindul. A polgármester hozzátette, a Kálai kúria fejlesztésének második ütemében a lebontott melléképületeket korhűen visszaépítik a történelmi főépülethez. A Bencz úr és Besenyei tereket, határoló utakat forgalomcsillapító céllal átépítik, a járdák és térburkolatok pedig egységes kialakítást kapnak majd. A lakosságszám folyamatos csökkenésének megállítására fókuszál az a civil mozgalom, amelyhez kapcsolódóan egy könyv is elkészült a közelmúltban. A kötetet és a cselekvési tervet Nyíregyházán is bemutatták. Utóbbi célja, hogy meglegyenek azok a feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy több gyermeket vállalhassanak az erre vágyó családok. Európa szerte több évtizedes probléma a népesség fogyása, amely alól Magyarország és megyénk sem jelent kivételt. Egy civil szervezet a trend megfordítása érdekében indította el programját 4 évvel ezelőtt, amelybe különböző szakmák több mint 200 szakértőjét vonták be, és melynek keretében 70-nél is több workshopot tartottak,
és 6 komplex tanulmánykötet készült el. Utóbbiak azon feltételek feltárását szolgálták, amelyek szükségesek ahhoz, hogy azok a családok, amelyek több gyermeket szeretnének vállalni, ezt megtehessék. Egy felmérésükben a fiatalokat kérdezték meg, és kiderült, hogy azok 3 életpálya modellben gondolkodnak. Az egyik, ez az 5%-át képviseli a populációnak, csak karrierben gondolkozik, és nem akar családot, vagy nem tudott, nem sikerült a párválasztás és a többi, és ez az 5% ez élhet a saját kedve szerint. Van egy sokkal szélesebb réteg, ez a populációnak a 70%-a, amelyik egyeztetni próbálja a családi és a munkahelyi követelményeket, és ebben az egyeztetési folyamatban találja meg a megoldást az életére, a kiteljesedését. Mint kiderült, 3 gyermektől ez már nagy nehézséget okoz. Van emellett egy 25%-os csoport, ez a 35 év feletti korosztályban mintegy 400 000 embert jelent, amelynek tagjai szeretnének csak a családjuknak élni, több gyermeket vállalni, ezt azonban nem tehetik meg, csak ha vállalják az elszegényedés kockázatát. A szervezet a probléma kialakulásának okait keresi Hivatásos szülők című programjában, amely a gazdasági feltételekre is fókuszál. Ha valakinek megszületik a 3. gyermeke, és szeretne ebben a programban részt venni, akkor egy olyan méltányos juttatást kap, jövedelmet, amiből el is lehet 4 ember tartani. Ez jelenleg az átlagbérnek mondható, ez egy 300 000 körüli, vagy a fölötti bruttó összeg most már a tavalyi számítások szerint. Azt gondoljuk, hogy ha ezt megkapja, akkor a gazdasági láb rendben van, és egy nyugodt és a gyermekekre fókuszáló életvitel élhető annak a családnak, akik ezt szeretnék. A mentális pszichológiai problémák orvoslására pedig felnőtt képzési rendszer dolgozta ki a családi nevelésre, hétköznapjaink menedzselésére vonatkozóan. Egy könyv is elkészült a program keretében, amelyet pénteken Nyíregyházán, a Megyeházán is bemutattak egy konferencia részeként. Itt a megyei közgyűlés elnöke azt hangsúlyozta, hogy a népesség gyarapodásához demográfiai fordulatra van szükség. Ezért mindenkinek szüksége van a támogatására, polgármester kollégáknak, civil szervezeteknek. A mai könyv bemutató egyébként egy ilyen civil szervezetnek az aktivitását célozza az a konferencia, amit rendeztünk, hogy ők hogyan látják ezt a helyzetet, és milyen támogatást tud nyújtani a civil társadalom, hogy megváltozzon a közhangulat a gyermekes családok körül, a gyermeket vállalók körül, hogy mindenféleképpen olyan támogató környezet vegye körbe a családokat, hogy akik a kívánt gyermeket akarják, azok meg is szülessenek. Az egyedülálló kézikönyvben külön módszertani fejezet mutatja meg, hogyan lehet lépésről lépésre felépíteni a folyamatot. A komplex összefüggések megértését 22 ábra, 132 színes kép, 63 grafikon és 35 táblázat segíti. Megyénkben az országos átlag alatti a nyugdíjak mértékeit sokan szorulnak segítségre, támogatásra, hangzott el az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága szocialista elnökének pénteki nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Korózs Lajos elmondta, jövő héten ül össze a nyugdíjas parlament a fővárosban, ahol az időseket érintő problémákra keresik a megoldásokat. Ezen több mint 400 küldött vesz majd részt, Szabolcs megyét 25-en képviselik. Az Országgyűlés érintett bizottságai is már több javaslattal előálltak a helyzet kezelése érdekében. Ennek első lépése szerintük az érdemi párbeszéd lenne a kormány és a nyugdíjas szervezetek között. A további javaslatokról az MSZP-s politikus beszélt. Vissza kell térni az úgynevezett svájci indexálás technikájához az infláció követő nyugdíjemelés helyett, hiszen a bérektől nagyon leszakadtak az elmúlt években a nyugdíjak, ez egy kardinális kérdés. A másik nagyon fontos kérdés az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása, hiszen elértéktelenedtek a nyugdíjak jelentős részben. Mi azt a javaslatot tettük be, és ebből népszavazási kezdeményezés is be van adva, hogy a medián nyugdíj 60%-ánál alacsonyabb nyugdíja ne legyen senkinek, aki öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot. Fennállásának 151. évfordulóját ünnepelte pénteken a József András Múzeum, amely Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézménye. A Városházán tartott ünnepségen kiemelték a látogatók számát és az időszakos kiállítások nívóját tekintve is nagyon eredményes évet zárt az intézmény, amely májusban az év múzeuma díjat is elnyerte.
Bár Józsa András 1834-ben Nagyváradon született, életének legfontosabb állomásai Nyíregyházához és környékéhez kötik. 1884-ben Szabolcs vármegye főorvosaként tevékenykedett Nagykállóban, de a 19. század második felében a régió legjelentősebb régészeti feltárásaiban is fontos szerepet játszott. Munkájának öröksége tetten érhető abban is, hogy nevét és emlékét Nyíregyházán kórház, városrész, utca és múzeum is őrzi, amely fennállásának 151. évfordulóját ünnepli. Amellett, hogy szerszámokat asztaloskodott, amellett, hogy kolorányi gyógyszert kevert ki magának, amellett, hogy az artízi víznek, illetve a kútfúrással, illetve a tiszta minőségű vízzel látta el Nyíregyházat, az első kút egyébként itt van pontosan a városházának az udvarán. És hát egy olyan nagy gyűjteményt is, egyébként abban az időben, amikor a múzeumok még csak éppen alakulni kezdtek, amely megalapozta a Józsa András Múzeumnak a 150 évét. A Városházán tartott ünnepségen Rémiás Tibor igazgató elmondta, ez az a nap, amely alkalmat ad arra, hogy visszatekintsenek az elmúlt hónapok munkájára, kiértékeljék azt, és közösen örüljenek az elért eredményeknek. A múzeum életében két nagyon fontos ünnep van. Az egyik az a múzeumok éjszakája, ugye minden év június végén szoktuk megtartani ezt a nagy ünnepet, ahol több ezer ember látogatja meg a múzeumot, és kitárjuk a kapukat olyan értelemben, hogy a kulisszák mögé is be lehet nézni. Ez a mostani ünnep, a múzeumi nap, ez egy kicsit bensőségesebb, és itt értékeljük a munkánkat. A nagy közönségnek elmondjuk, hogy milyen tudományos eredményeket értünk el, mennyi kiállításunk, mennyi konferenciák, mennyi kiadványunk született ebben az évben. Nincs is hiány eredményekben, hiszen 2018-ban majdnem háromszor annyian tekintették meg a Józsa András Múzeum tárlatait, mint az azt megelőző esztendőben. Ennek is köszönhető, hogy az intézmény májusban elnyerte az év múzeuma díjat. 2019-ben is sikerült fenntartani az érdeklődést, hiszen a Sóstói Múzeumfaluval közösen több mint 80 ezer látogatót fogadtak. Olyan kiállításokat hoztunk megint ide Nyíregyházára, többek között a Jégkorszak című kiállítást és a Szinnyei kiállítást, ami szintén messze menően az elképzelésünket felülmúló látogatói létszámot hozott. A Jégkorszakot 12 ezeren látták, a Szinnyei kiállítást pedig több mint 25 ezeren. Összességében csak a Józsa András Múzeumban 58 ezer látogató fordult meg. A múzeum ünnepnapján megkoszorúzták Józsa András síremlékét az északi temetőben, délután pedig tematikus programok várták az érdeklődőket az intézményen belül, itt ugyanis 4 felújított és időszakos kiállítást is megnyitottak. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Dajka László jelenleg 7. helyen álló együttes az NB1 14. fordulójában az 5. Budapest Honvédot fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A Debrecen elleni győztes meccset követően érthetően jó hangulatban készültek a héten a kisvárdai futballcsapat játékosai. A megszerzett 3 pontnak köszönhetően egy picit ellépett a kieső helyektől Dajka László együttese. Hátradőlni persze nem lehet, a hátralévő 3 őszi meccsen a lehető legtöbb pontot szeretné megszerezni a kisvárda. Szombaton az a honvéd érkezik a Várkerti stadionba, amelynek színeiben a vezetőedző legnagyobb sikereit érte el. Azok az élet nem múlnak el nyomtalanul. Meg érzelmek nélkül sem, de én úgy gondolom, hogy azért azóta már nagyon sok víz lefolyt a Dunán. Itt dolgozom, és itt teszünk meg mindent, hogy ha most a Honvéd is jön hozzánk, a volt csapatom, mindenféleképpen úgy készülünk, hogy nagyon-nagyon szeretnék itthon tartani 3 pontot. Szépen fejlődgettünk lassan-lassan mi is úgy játékban, és nagyon remélem, mint hogy a múlt héten is ez már eredménnyel is párosul. A Honvéd nagyon gyengén kezdte az idényt, most ő is azért följövőben van, földgyógyultak a sérültek. Én úgy gondolom, hogy Honvéd mindig masszív csapat, évek óta masszív csapat. Most is arra számítunk, viszont az, hogy ehhez mi kell, hogy mi le tudjuk győzni a Honvédot, én úgy gondolom, hogy mint az elmúlt héten fegyelmezett játék, és gólhelyzeteket kell teremtenünk, és azokat a gólhelyzeteket be kell rúgni. Tisler Patrik eddig 2 gólt szerzett a bajnokságban kisvárdai színekben. A sérüléséből felépülő támadó bízik abban, hogy pályára lép korábbi csapata ellen. A Diósgyőr meccsen megsérültem sajnos, aztán a Paks meccset nem is tudtam vállalni, ugye megbeszéltük, hogy még nem olyan a lábam, ugye utána jött egy válogatott szünet,
és most ugye a Debrecen ugye le tudtam ülni a kispadra, de nem kaptam játék lehetőséget, úgyhogy most már igazából hadrafogható vagyok, úgyhogy rendben minden. Reméljük, hogy tényleg utána sikerül most már tényleg megint góllal bemutatkoznom, vagy hát hogy folytatnom a dolgokat, mert nehéz mérkőzés lesz itt a Honvéd ellen. Jó csapatról beszélünk, úgyhogy mindenféleképpen gólokat kell rúgnunk. A Kisvárda Budapest Honvéd mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 14. forduló további párosítása a következő: Zalaegerszeg Debrecen, Puskás Akadémia Mezőkövesd, Paks Újpest, Diósgyőr Molfehérvár FC és Kaposvár Ferencváros. Nagy lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé az NVSC SAK csapata. Gunyás Zoltánék az MB2 Barca csoportjának rangadóján 7,5-4,5-re legyőzték a Szélma Besenyő együttesét. Az elmúlt szezonban épp csak lecsúszott a dobogóról az NB2 Barca csoportjában az NVSC SAK csapata. Ennek az évadnak némi erősítés után vágott neki a nyíregyházi gárda, azzal a nem titkolt céllal, hogy megszerezze a bajnoki címet. A tavalyi ezüstérmes Edelén 9-3-ra verték Gunyás Zoltánék, legutóbb pedig a legnagyobb riválisnak számító Szilma Pesenyő győzte le magabiztosan az NVSC. Jó magam is játszottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a csapatomra nagyon büszke vagyok. Mindössze 2 partit vesztettünk a 12-ből. Óriási küzdelem volt, az első parti befejezésére 3 óra játék után került sor, és bizony a 6. órában ért véget a küzdelem. Mindenki elfáradt benne. A hazai csapat rendkívül jól szerepelt, 7,5-4,5-re kiütötte a szirmabesenyői csapatot, amelyiknek erejét illetően el kell, hogy mondjam, hogy megyünk egyik régi MB2-es csapatát, a Tiszavasvári 10,5-másfélre tudta leverni, tehát én azt hiszem, hogy nincs még egy olyan csapat az MB2-ben, amelyik a szirmabesenyői válogatottat le tudná győzni, főleg 7,5-4,5 arányban. Azt a szirmabesenyőt, amelyik az egyik legerősebb csapatot, Hajdúböszörményt tudta szép, imponáló arányban legyőzni a 4. fordulóban. Nem szeretném elkiabálni az NVSC esélyeit, de igen nagyot léptünk előre a bajnoki cím elérése érdekében. Ezek után könnyebb ellenfelek következnek az MB2-ben. A nyíregyházi sakkozók legközelebb vasárnap Mezőkövesden a középmezőnybe tartozó Zsóri Ese játékosai ellen ülnek majd asztalhoz. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 29-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Szombaton este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Az éjszaka második felétől felszakadozik, csökken a felhőzet, zápor várható. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 5 fok között alakul. Szombaton felhő átvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel zápor előfordulhat, a szél helyenként megélénkül, 6 fok köré melegszik a levegő. Az észak felül érkező hideg sarkvidéki eredetű levegő hatására vasárnap hajnalban országszerte fagypont alá süllyed a hőmérséklet, de napközben délnyugat felől már enyhe, nedves levegő áramlik fölénk, emiatt hétfő reggelre már enyhül az idő.